rengeteg játék szóba került, a Rubik kockától kezdve a dominón kereszt. Összeállításából kiemelném a 13-as sapkában játék dominón nyerni. A Vasas 3-1-re megnyerte a finálét. Az Egernél, ahogy már elhangzott, 6 érkező és 6 távozó található. Hát valóban annak ellenére, hogy Biros vagy éppen Benedek távozott. És eladott Biros, Gergely ismer. Kapja is a labdát, lemaradt róla egy kicsit. Biros Péter, szívós. 2 percet tart a mérkőzés. Kis Gergely, de nem figyel senki. Kis, belövi, vezet a dominó. Kölyük sem figyelt rá kellő eréllyel. És így a rangadó első gólját. Kovács, megúszó ember elől megint. Hárai, ez Zitzer, Hárai, lóbál, belövi, 2-0. Ugye ezen a nyáron aranyérmet szerzett a junior válogatott. Az ifjúsági válogatott pedig ezüstérmet, tehát utánpótlás szinten azért sok panaszra nem lehet okunk. Fél másodperccel a mérkőzés vége előtt. Bajel, Kis Csaba, tudnak szépen tette, játszotta be. Most már a hivatalos név, nem fogom sokszor elmondani, hogy dominóban játszik, mindis. Nagyon jó lövései vannak, szép. Feltem tette tovább, Kis Csaba. Szép játék, nagyon. Játszott az egri csapat, másrészt kimondottan gyorsan járt a labda, és középen Kis Gábor ellenállhatatlanul emelkedett ki. Nem figyeltek rá, ott érkezett ugyan a háttérben az egyik dominó játék. Szívós viszi le a labdát. Bent középen Mári és Bárány a falban. Kis Gergely pedig átlövi. Azt nem szabad lebecsülni ezeket az alapszakaszbéli rangadókat. Mert ha visszagondolunk az előző idényre, na de nézzük ezt az előre dobott labdát. Kovács Olivér szépére, Feltem. Nagyon-nagyon jól játszák, de 2 méteren megint van középen egy kiemelkedő ember. Lehet ám, hogy Matajsz később lépett be. Kapufa. Feltem rőtte rá. Feltem újra. Na van-e önbizalom? Nincs, tovább teszi, is. Feltem. Van bizony. Ráadásul ugye először ő lőtte el, akkor a kapufán csattant a labda, utána pedig továbbadta, már kezdtem azt hinni, hogy nem lesz benne annyi kurázsi, pedig nem igazán figyeltek rá ott. Még egy kiállítás, kettős dominó előny. A blokkról a labda a Honvédnál, ez pedig már bent van. A Ferencvárosban játszott, és most a dominónál kapott lehetőséget. Ez egy szép gól. Kettős ember előre. És hát eddig az elvárásokat igazolja ez a mérkőzés. Kis Gergely! Nyéki Balázsnak megigazítania. Még egyszer Nyéki előző lövés. Császár. Kiegészül közben. Kis Csaba. De hát ennek ellenére Császár érezvén, hogy el kell lőni, jól döntött, már fölveszi Gornagy az embert a másik oldalon, Császár pedig 10 másodperc még a támadó időből, Vindis, szabad dobás, Hodor rá fogja lőni, szép gól, mert lőnie kellett a képen látható Hodor Rajmondnak, és ő lőtt is, nem ér bele senki, hanem meg 5 perc még hátra van ebből a negyedből. Egy lőtt passz, ez a csavar, Eger, Honvéd 5-5. Molnár belelövi a megszerzett labdával. Ujjjjjjj, de nagy blokk volt. Szorítja egyre kijebb, ez lövő helyzet Vindisnek. Virosnak kellett volna talán közelebb mennie Vindishez. Vezet. A dominó most Székely ment közelebb. Az jó meglátás, ez szívósak lövő helyzet, hogy tovább teszi Gornagy. Biros még, kihúzódik egy kicsit vissza, Nyéki, Kis Csaba, szépen járatták meg, amikor kiment a passz, akkor Kis Csaba előtte, oda sem nézve, szép figura, egyenlő, Székely indul be, az nagy játék, ime még egyszer, Váritól indul az akció, ott van, amikor elindul Székely, összezavarták, miben az Eger Nyéki a labdával.
Varga 2, Kis Csaba az előbb nagy elnézős volt lőtt, most nem nézel. Kis Csaba nagy formában vízilabdázik most a mérkőzés második felében. 7-7. Két, azt kell, hogy mondjam, igen fontos ember mozdulni akkor a döntetlen állásból. Kis Csaba. Kis Gábor. Hogy került oda annyira egyedül 5 méter? Gergely a kapuban. Na nézzük. Vezete újra az Eger a mérkőzésen. Egy kicsit arrébb rendeli Szívós Márton, kiszeli játékvezető, Gergely pedig egy picikét visszább. Biros, belövi. Vezetett ám az egri csapat. Meg kell, hogy jegyezzük. Mári. Gornagy. Érdekes fölállás. Szívós. Szépen akár úgy kéz alá, vagy hón alá próbálta helyezni Szécsinek. Egyenlét. Tősfor. Másodszor a mérkőzés. Az elsőt belőtték az egriek. Ez pedig adogatnak, addig a védekező csapat behúzódik szinte a kapuba, és akkor már nagyon mindent bevetnek, akár némi színészi teljesítményt is, azért, hogy a másik hátrányba kerüljön. Molnár zicserben, Szécsi! Csaba pedig így visszavált, amikor próbált közel menni Szívóshoz, akkor megfogták a karját, az egriek pedig ki a másodpercen belül. Kis Csaba, Kis még, nem teszi tovább, hanem megvárja, míg lefut az óra, és aztán megsimogatja Kovács Olivér fejét. Nagyon-nagyon jó mérkőzést láttunk itt az egri összadában. A végeredmény